fogadják nagyon sok szeretettel Sándor Györgyöt. Mit mondhatnék én itt, nálam jóval fölkészültebb, intelligensebb, az élettől jobban megtépázott embereknek? Az ég egy világon semmit. Köszönöm a türelmet, további jó szórakozást. Második számom. Elmondjam életem első önálló estjét? Ilyen bársonyfüggönyös, klasszikus színház, mint Pesten a Víg Színház, de majdnem itt az Uránia is, de minden vidéki városban, Pécs, Kecskemét, akárhol. Szent hittel mondtam a műsoromat, nem célzásképpen mondom, egy mosoly nem volt annak idején ott. Egy tapsa, de örültem, hogy élek. Másfél óra után meghajoltam, nagyon szerényen. Volt mire, akkor is dermedt csend, nem voltam ennyire kopasz, de gyerekek, az borzalmas munka egy másfél órás önálló est után innen csendbe, üresbe, reagálás nélkül jön vissza az ember. Tehát a műsorom leges legvégén így visszajöttem, és akkor vettem észre, hogy elfelejtették széjjelhúzni előttem a függönyt. Ezt el lehet hinni? De hát annyiszor mondom, hogy már határán vagyok, hogy elhiggyem. Az a kérdésem, hogy meddig mehetek el? Nem stichje van ennek politikailag, hanem mondjuk időben, visszafelé is, jó? Mondjuk 1958-ig, jó? És helyileg pedig, Budapest nem annyira ismert hely, megpróbálunk körülírni, Uránia. De nem ide, hanem egy emelettel följebb, ott volt az Odri színpad, és 3000 jelentkező közül, 3 rostavizsga után, 24-ünket fölvettek, akkor még főiskola volt a színművészet, de most egyetem, ugyanaz, és ott álltunk mi boldog 24-ek, én akkor már ilyen visszahúzódó, szerény ember voltam, a második sorban álltam, és odasugtam a drága Kézdi Gyurinak, hogy én csak úgy belógtam ide. Azóta is szinte mindenhová, most éppen ide, és hát már több mint 81 éve az életbe. Na most még elmondanám azt, hogy mindjárt elkezdem az estemet, csak még elmondanám, hogy mi vár rátok, jó? Egy viccel, nem tudok viccet mesélni, de majd megpróbálom. A Wiener Presse-ben megjelenik egy apró hirdetés. Báró Rothschild gyermekei számára angolul, franciául tudó zongora tanár kerestetik. Másnap reggel a palota főbejáratánál csöngetnek, és nyílik az ajtó, a titkár ott van, és
És ott áll egy ilyen, na most hogy mondjam, hogy politikailag korrekt legyen, na, körül. Hát ilyen, egy ilyen kaftános. Én ott áll. Titkár olyan gyanakodva nézi, mondom, az apró hirdetésre jöttem. Azt mondja, hát maga tud angolul és franciául? Nem. És hát maga tud zongorázni? Nem, az se. Hát akkor miért jött ide? Hát csak azt szerettem volna közölni a báró úrral, hogy rám ne számítson. Ez vár rátok. Hát akkor az Ószövetség megvolt. Magánügy, és nem is szeretem, ahogy hivalkodnak ezzel, de hát vasárnaponként mindig, de néha hétköznap is elmegyek a templomba, de ha önálló estem van, akkor mindig, ma is elmentem, vesztemre, mert a pap jobbakat mondott, mint én. Úgy kezdte, hogy ma nem lesz prédikáció, mert valamit szeretnék mondani nektek. Most a pap kapja a tapsot, vagy én? Elmondhatok még egy ilyen másik meg nem történt esetet? Másik templomba a pap így kocogtatja a mikrofont. Azt mondja, baj van a mikrofonnal, mire a hívők és a te lelkeddel. Hát 55 éves pályafutás, rengeteg minden történt, de egy-két embert kiemelnék, nem a többiek rovására. A Latinovics többször megtisztelte az estemet, de soha egy árva szót nem szólt, nagyokat hallgatott. Mikor már harmadszor jött, mondom, Zolikám, nyugodtan kritizáljál, de mondjál már valamit, tudatosítsd bennem. Azt mondja, hogy a komolyabb dolgok úgy rendben vannak, de mintha szégyelnéd magadban a klaunt, a bohócot. És akkor egy csacska-bacska számomra utalt, amit 55, lassan 60 évvel ezelőtt írtam, amit szégyeltem kigondolni, de le is írtam, megtanultam, sőt, még elő is adtam. Valami ilyesmi volt, hogy a csók, mint olyan kis előadás, ez volt a cím. A csók, mint olyan, egy rövid szó a magyar nyelvben. A nyelves csók már hosszabb. Ezt tetszett a Latinovicsnak. A csók, mint a népmese, szájról szájra terjed. Így alakult ki a száj és körömfájás. Nem mondom tovább, elnézést, csak egy pillanatra megszakítom az előadást, bár én nem az a típusú előadó vagyok, aki, hogyha valaki késik, akkor abba hagyom itt a műsort, és megjegyzést teszek az illetőre. Isten hozott, üljetek le, fújjátok magatokat ki. Na, mindegy, nem kérdezem, hogy miért késtetek. Egy apró bejelentés van. A megadott időnél egy órával korábban kezdtük. És most van vége. Na, még a Kellér Dezső, ő nekem a Kristóf téren egy ilyen konferanszot, egy ilyen függönyfogó, hát nem tudom, hogy szobor milyen, hogy van-e függöny, nincsen. Mindegy, szóval egy ilyen függönyfogó-szerű, jellegzetes Kellér konferanszot adott elő, gyönyörű, én szerintem, mai napig, holnap utánig aktuális. Azt a nem szeretem a tömegkommunikációs kabarét, a kávéházi humort talpon állóvá züllesztették. Finom, nem?
Hát akkor lassan elkezdem a műsort. Egy ilyen gyónásszerűséggel. A legjobb dolgok nekem reggel jutnak eszembe. A fellépéseim meg este vannak. De nem is reggel jutnak eszembe a legjobb dolgok, hanem még korábban álmomban, mire felébredek, már csak a felére emlékszem, mire leírom az álom valóságából, mese lesz. Most elmondom így hézagosan kihagyásos mesémet, egészítsek mindenki olyanokkal, amikre még álmomban se gondoltam volna. Megint kérdezem, hogy meddig mehetek el, még mindig vissza, majd csak eljutunk máig. 1965. december 24. Budapesti Egyetemi Színpad. Egy kis költészetet becsempésznék most. Engedjétek meg, hogy elmondjam, én emlékszem még Nagyanyámra című versemet. Én emlékszem még Nagyanyámra. Ez egy rövidebb versem volt. El lehetett hinni, hogy belesültem? Igen vagy nem? Társaság, igen? Nem? Hát ezért rúgtak ki a színművészetiről. Engedjétek meg, hogy elmondjam, én nem emlékszem Nagyanyámra című versem. Én nem emlékszem Nagyanyámra! Játék. Ez egy hosszabb versem volt. Most engedjétek meg, hogy elmondjam dacos versemet, melynek címe Én mégis emlékszem Nagyanyámra. Mégis emlékszem Nagyanyámra, mert nagyanya csak kettő van. Emlékszem, vidékről jött. Végig csoszogott papucsával a gangot. Erre ébredtünk. Nem, arra. Urasági cseléd volt. Nálunk. Válogatott. A kender magos volt neki. Most ebben mi a vicc? Nem érte fel ésszel. Én vettem le a polcról. Így találkozott benne a munkás a paraszttal. Apám addig várakozott, mint kívülálló értelmiség. Tovább nem mondom. Na, most megint azt kérdezem, meddig mehetek el? Helyileg Rózsadomb, Cserje utca, a Pécsi Sándor háza mellett. Ti ház, egy tetőteraszon. Adtam elő, alig, hanem már akkor a harmadik szerzői estemet. Vértes László régész a Sámuel előembernek, a felfedezőjének a villájába. Sajnos már se Pécsi Sándor, se Vértes László nem élt akkor már. A dátumra pontosan emlékszem. 1969. július 20. Emlékezetes a dátum? Az amerikai holdra szállás időpontja. Magyar idő szerint úgy nagyjából az előadásommal egy időben, egy picit később volt a közvetítés a tévében. Sokan voltak.
megint egy embert emelek ki. Örkény István is megtisztelte a műsoromat, de előre bejelentette, hogy szünetbe, fél időbe elmegy, mert hogy megnézi otthon a közvetítést a Holdra. Végül annyira szuggesztív lehettem, hogy előadás végéig ott maradt. Úgyhogy az amcsik nem várták meg, és végül nehezen ugyan, de örkény nélkül jutottak fel a Holdra. Őneki abban az időben, talán emlékeznek sokan, az Új Írás irodalmi művészeti folyóiratban egy sorozata volt, ahol fiatal írókat és költőket javasolt az olvasóknak. Előadás végén én is oda penderettem el, és megkértem, hogy ajánljon be engem is, nehogy úgy járjak, ha már ott vagyok a vértes villában, mint Samu, az előember, akit csak halála után, és csak olyan 350 ezer évvel később fedeztek fel. Készségesen megígérte, hogy beajánl a szerkesztőségbe Örkény. Annak ellenére, hogy körülbelül 3/4 órával korábban az szerzői önálló estem szünetében Rész Pali hátrafordult a mögötte ülő Örkényhez, és jó hangosan, hogy mindenki hallja, következő mondattal ugratta: mit szólsz hozzá, István? Eddig 2001 perces. És Örkény ennek ellenére vállalta, hogy sorozatában majd én is benne lehetek. Kisvártatva jött, postaládámból kivettem egy, már nem tábori képeslapon, egy Örkény egypercest, amit csak nekem írt. Ne keresse senki, mert nem tette be a köteteibe. De hát így szólt nagyjából, ha visszaemlékszem, azt mondja: kedves Gyuri, ő lehet, hogy a kedves nem írta. De olyan jól hangzik így utólag. Na, jó, Gyuri! Említettem az Újírás szerkesztőségében, hogy a sorozatomnak te lennél a következő tagja. Hát nagyon megörültek ennek. Felajánlottam a nevedben, hogy egy pár írásodat mellékelsz ehhez. Hát ennek még jobban örültek. Természetesen vállaltam, hogy ide is egy pár szép ajánlósort írok. Na hát ennek örültek a legjobban, de továbbra is azt javaslom, hogy ne publikálj. Mikor ezek után fölhívott Örkény, ez egészen így volt, mikor fölhívtam Örkényt, akkor azt teljesen le voltam forrázva, természetesen. Azt mondja, hogy most nyilván nem örülsz ennek, de majd később hidd el, hogy egy dilema előtt fogsz állni, hogy eldöntsd, hogy az írásaidat olvasásra vagy előadásra szánod-e. Hát egy ideig meghúztam magam, aztán nem bírtam ki, és egy kis regényt írtam, csak olvasásra, és elküldtem különböző kiadóknak, ilyen könyvkiadóknak, a következő kísérő szöveggel: tisztelt kiadóhivatal, tisztelettel kérek kiadni számomra egy, azaz egy darab zászlót, mert író nemzedékem egyik zászlóvívőjének szeretném kikiáltani magam, és ez zászol nélkül nem látszódik. Amennyiben a zászol nem lehetséges, legalább a rudat engedjék megragadni,
hogy önökhöz felkapaszkodhassak. Kisvártatva egyik kiadótól megjött a válasz. Pillanat, fölolvasom. Teljesen mellékes, fejből is tudom, hiszen természetesen én írtam magamnak. Kedves fiatal barátom! Megkaptam kisregénye utolsó harmadának happy endjét, így most már teljes érdemben tudom tárgyalni fiaskóit. A kérdés önkénten tolul kis emlékkönyvem blikfangjára. Érdemes émívelni önnek ezt a célegényeket meghazudtoló Jászmin borzongát. Sunyiság félhomályban című kisregényében ön favorizálja a csintalanságot, örök emberivé tesz az amúgy is trotyadozó csüggedségeket, elefantizmusa mélyen átélt. Ez szóval érdemes a jövőben is tollat fognia. Csak ne írjon vele. Végképp padlón voltam, hogy nem megy át azok az írások nélkülem a papír rivaldáján. Tehát úgy segítettem magamon, hogy őrkénynek szót fogadva, inkább amit lehetett, és nem volt annyira könyvhöz kötött, azokat előadtam, és bebecsempésztem ilyen pici kis vélt vagy valódi költészetet is. Úgyhogy Adi után szabadon történelmi leckéket adtam fiúknak és lányoknak, akik eljöttek az előadásomra. Nagyon csendbe mondom csak, hogy múltkor még egy nálatok is rosszabb közönség volt, és amikor idáig jutottam, kifakadtam, mondom, most még visszaváltják a jegyeket! Mire valaki megszólalt, ott a Szakonyi ül körülbelül, megszólalt, azt mondja, a tisztelt jegyeket is? Hát miért? Mondta, vannak itt pénzesek is. Na. Jó, hol hagytam abba? Na most én tényleg semmit nem veszek észre, valaki elindul. Hol hagytam abba? Mit? Nem a Szakonyját most. Tényleg, valaki segítsen, társasjáték egyedül nem megy. Mit? Ja, igen, tehát történelmi leszke fiúknak és lányoknak, és erre az adott ihletet, hogy nálunk az iskolában a Diri, az igazgató, minden évben, minden iskolai ünnepélyen, de minden évben kötelességének érezte, hogy elmondja, hogy kik, mik, milyen hírességek jártak abba az iskolában. És akkor ebből a lyukas órában csináltam egy igazgatói paródiát, és ennek ürügyén, lazán, skiccelve persze, végigmentem a magyar történelmen. És most nem kis büszkeséggel, hadd említsek meg egy-két korábbi végzős növendékünket. Ebbe az iskolába járt Dézsmáért és Tizedért. Hú, de messzire mentem vissza. Kutyabőrös Csontkovácsi Kolomposi Ignác, Vármegye Bugyelláris, Jobbágy Szaggató és Regruta. Ezt én se értem. Iskolánkba végzett Mór Jakab, 48-as honvédtábor szernagy. Na most, ha a magyar történelmet három szóval kéne jellemezni, ez a három szó is lehetne, iskolámban végzett Mór Jakab, 48-as honvédtábor szernagy, a tiszaszombati áttörés értelmi szerzője, keresztülvivője és áldozata. Iskolánk tanulója volt Henrik,
a vak feltalálója, és aranyos si aranka a krajczár és kedvesség előfizetője. Az iskola rajzszertárának gombos tűtartójában gyülekezett az illegális kommunista párt. Niszmájer Ernő, ortodox kóser mészárszékét nálunk záratta be, és indítatta be a húsdarálót felsőbbrendű csatnázi csonka Zuhárd. Más néven náci bácsi. Nem is folytatom tovább. Két héttel ezelőtt körülbelül Balassagyarmaton voltam, és ugye, hát körülbelül ott, nem ismerek mindenkit név szerint, az a kék blúzos, vagy nem blúzos, inges úriember ült, ott egy ilyen 17 éves formájú fiatal volt, és mondom a közönségtől elnézést, mondom, de annyira érdekel, ugye nagyapa, unoka, egy ekkora korkülönbség, az ő generációjuk, mondtam, hogy ortodox kóser mészárszékét, hogy hadd kérdezzem meg egy fiatal 17 éves embertől, tudod, hogy mi az, hogy kóser? Azt mondja, igen. Szilva pálinka. Hát nem tudtam, hogy nevessek-e vagy sírja. Meddig mehetek el? Na, akkor az egyetemi színpadra visszamegyünk. Közérzet 1969-70 címmel négyen adhattunk elő egy előadást, három halott, Bűrös Gyöngyi, Dégi Pista, Latinovics, és én is a sajátjaimat elmondhattam, hát nem akarom nagyon húzni az időt, egy párat elmondok, jó? Tehát közérzet 69-70, nem az én erényem, de szégyenem se, ha időnként áthallásos is lesz. Egyszer egy tibeti varázsló azt mondta nekem, de egy szót se értettem belőle. Nekik az a kínai. Nekünk ez. Jaj, bocsánat. Hogy visszajönnek a dolgok? Érzem a derekamat. Már a jó. Na, ez tévéfelvételni. Na, mindegy. Már a jó szóra se hajlik. Beadjam? Érdekes, gondolkodom, és még mindig vagyok. Egy új gyakorlatot szeretnék bemutatni. Lassan kezd helyreadni az ujjam, mert a szavazásnál mindig beleszorul az urnába. Azért nem vágták a dobozokon nagyobbra a szellőző nyílásokat, mert akkor több is szorulhatott volna beléjük. Közvéleménykutatás! Az a kérdésünk, hogy egyet tetszik-e érteni. Én is tudom, hogy az jön, hogy mivel, de el kell játszani. Egyet tetszik-e érteni? Még a másik pasi. És ilyet rúgtak ki a főiskoláról. Most már az egyetemről rúgtak volna ki, mert nem lettem Szegeden. Ja? Mivel? Ja? Hát akkor már könnyű.
Találkozik a hatalomra vágyó a szolgalelkűvel. Vicc. Találkozik a hatalomra vágyó a szolgalelkűvel. Jól el vannak egymással. Még egy vicc. Két cinikus találkozik. Na és? Jóval a na és előtt mondtam. Egyszer egy módos gazda, szociológiai adoma. Egyszer egy módos gazda a Váci utcában a Gazdag ember, szegény ember című könyv és tévésorozat hatására sítanfolyamat indított a rendkívüli hómunkásoknak. Még se perelték be tisztességtelen nyereségvágyból elkövetett, különlegesen brutális jóbód miatt. Gazdag ember találós kérdése. Miért görbe a banán? Szegény. Miért? Görbe? Nem tudjuk, hogy nevessünk vagy sírjunk-e. Közgazdászok dicsekednek. Vicc! Önmagában is. Az amerikai, az angol és a magyar közgazdász dicsekszik, pedig a magyarnak nincs mire, pedig ugyanazt fújja, mert ránk lehelt a tátott tőke sárga szájharmonikája. Megpróbálok telepátikus összeköttetésbe lépni Amerikával. Én itt gondolok valamit, és ott valósul meg. Egy televíziós ötletem is volna, a hintőpor közvetítése. Én úgy képzelem, hogy a képernyőn egy nagy köd látszódna. Előnyös megvilágításban. Ködlámpával. És akkor mindenki megnyugodna, hogy ez nem valódi köd, csak működik megint a televízió. A lottó eheti vesztes számai. -5. Az egyedüli vagyok, akinek ötös találata van. Csak az ötös találtam el. A jövő héten sorsot sorsolnak. A titkot tudjuk-e, hogy itt farkas törvények vannak, hogy a fegyelembe fel kell oldódni. És ha molnárok volnánk, a hollandok meg facipőbe járnak. Ne csináljunk már Krisztusból vászonkendőt, fél árnyékból még sosem lett napos csibe. Így gyomorral lőtt gól kettőt számít, vétkesek közt cinkos, aki cinkosok közt vétkes, aki néma. Némák között cinkos, aki vétett. A cinkos néma, aki vétkes között. Aki csöndbe marad, vagy elhallgatja, vagy másról beszél. Miközben a többiek vétkeznek, bűnöznek, ártanak, pontosan olyan bűnösként kezelhető, mint a vétkes, a cinkos, és azok, akik a vétkesek közt cinkosok, mert némán maradnak. Köszönöm az első gyönyörű csendünk. Nagyon köszönöm, nagyon szép, együtt vagyunk. Köszönöm, köszönöm. Egy apró dolog, nekem a gondolataim előbbre vannak, mint a beszédem. Mikor például ezt a mostani mondatot mondom, már egy új gondolat van bennem. A bennem szó, tehát egy korábbi gondolatból van.
előbb a gondolatszó alatt már ez a mondat járt a fejembe, és most az, amit most mondok. Csak akkor tudom a beszédemmel egy időben mondani a következő mondatban, és ugyanre a mondatra gondolok, de ez a mondat már nem ugyanaz, mint az előbbi. Ez se. Ez igen. Nem az ez igen, hanem az ez se. Az ember tehát csak akkor tudja a gondolatával egy időbe közölni a gondolatát, ha a múltból él, és a jelenben nem gondolkodik. De akkor mi lesz a következő mondat? Bírjátok még? Egy makkegészséges 60 éves orvos professzor bevette saját találmányú fiatalítószerét, amitől azonnal 20 évet visszafiatalodott, és így most halt meg abban a 20 év előtti betegségében, amit azóta már gyógyítani tudott. Egy házaspár nyáron meghívott minket Dunabogdányba, ott egy kis villánk van, mondták, hogy a több napra is kijöhettek, úgy értek, hogy ott a csirkét vagy valamilyen friss húst, ezt este megsütjük, vagy zsiványpecsenyét csinálunk. Ha édesapánk nincs kint a kis szobában, elaludhattok, de van gumimartaszotok azon bármikor, és szemben van kisorosz, ott mindenképpen tudunk lakást szerezni. Részünkről erre a variációk magunkban. Egy. Akkor már délelőtt kimegyünk Dunabogdányba. Estére csak hoz valaki csirkét, zsiványpecsenyének, és ha van gumimatracuk, átmertnek szembe kis oroszival. Anélkül, mi pedig ott vagyunk a kis szobában, édesapátok pedig, ha kijön, bármikor elalhat a gumimatracon. Kettő. Szemben, kis oroszival, egy kis szobában lehet kapni édesapátodnál csirkét. Azt rátesszük egy gumimatraszra, és este addig el sem megyünk, míg reggelig ott nem alszunk. Akkor előre küldünk két csirkét egy gumimatraccal. Ti bármikor azon elaludhatok, szemben kisorosziban, de át is jöhettek, és akkor édesapátokból csinálunk. Nem hallom. Zsiványpecsenyét. És végül négy, a kis szoba, ha kijön, édesapátok Pesten elaludhat, két zsiványpecsenyét megsütünk gumimatracnak, arra rátesszük kis oroszit, hogy szembe legyen. Van egy ötödik, egymondatos is, amit annak idején az átkosban azért nem nagyon mondtam, de azért mondtam, főleg egyetemi klubokban, meg ilyen kis helyeken, egyetemi színpad, 500 ember előtt. Na, ennyi, egy mondat. A kis oroszt megsütjük zsiványpecsenyének. Az a kérdésem, hogy meddig mehetek el? Közeledünk, 1985. Ezt szlenget gyártottam, közérzett hangulat, vadnyugat és szelíd kelet, várjuk már a serifeket. Hát megjöttek. De továbbra is közömbösek maradtak. Tiborc panaszaira a bankban. Tisztázni szeretnék valamit, én nem vagyok az úgynevezett összeesküvés elméletnek a propagátora, nem. Hívője, igen, elvétve. Manapság egyre többet cikkeznek ilyen többség-kisebbség témakörben, most nálunk a többség van kisebbségben, vagy a kisebbség többségben. És mi belgák hova álljunk? És az van a legkisebb kisebbségben, akinek mindenkitől eltérő a véleménye? Hát akkor eszemélye színház lévén legközelebb majd tükröt teszek a nézőtérre a nézők helyére, és én leszek saját magamnak a közönsége is egy személyben.
Mensáros László örökbecsű holnap utánig tartó intelme, amíg az egyes emberben nem születik meg a rend, ne kívánjuk a szélesebb társadalmi értelemben sem. Én meg már milyen régen megittam, mindjárt kiderül milyen régen, mert így kezdődik ez az első mondat. Engedjék meg, hogy mi, forradalom nélküli fiatalok, most legalább a tudományban csináljunk forradalmat. Én például minden meglévő nagyobb közösséget lebontanék egy sejtre, és aztán csírájába folytanám el. Ahol kezd osztódni a barátság, szerelem, szaporni a rossz házasság, család, nőtanács, pár, talán hasonló még. Én is az értelmet újrakezdhetném, egy sejtű lennék. Ostorok. Összefognék, ha volna kivel, de valaki ért, vagy valaki valakik ellen. Lehet mindenkinél jó az ember? Csak jellemtelenség árán sikerülhet? És hogy valaki az, vagy az ellenkezője. Van ember, aki megállapíthatja ezt? Ki nem istene és nem papja, sem magának, sem senkinek? Esik a műsor. Egy késdobálással még próbálkozhatok? Nem onnan ide. Nem lehet félváról venni, mert a másik vál mellé is kell, hogy menjen. És itt kezdődik a palánk felelőssége, meg kell akadályoznia, hogy kirepüljön a kés az életbe. Lásd, hosszú kések éjszakája. A náci koncentrációs tábor egyik túlélője meglátogatta a barátját, aki szintén kivette a részét azokból a borzalmakból. Megbocsátottál-e már a náciknak? Igen. Én nem. Engem még mindig emészt az irántuk való gyűlölet. Akkor, válaszolta szeliden barátja, téged még most is fogva tartanak. A hadnagy föltüzeli katonáit. Katonák! Most ember ellen fognak harcolni! Mire Kony gyalogos főhadnagy úr nem tudná megmutatni az én emberemet. Hát a barátsággal megbeszélhetnénk az egészet. Szóval, nagyon leegyszerűsítve, a jobb bal, még jobban leegyszerűsítve, a népi urbánus, még jobban leegyszerűsítve, a zsidó keresztény párbeszéd sem folyhat úgy le esetembe se, hogy mint a bolond csak magamba beszéle. Gyerekek, hogy az élet mit produkál, megtörtént eset, meghívtak Győrbe a zsinagógába, egy barokk fesztiválra. Gyönyörű a légtér, Győrnek egy epicentruma, tehát egy olyan kulturális, gyönyörű kiállítások vannak. Barokk fesztivál, ott voltam, beesett mellkasa, riadt tekintettel, kontaktlencsén beesett a sérfkötőmbe. Szóval reménytelen álltam, nem tudtam, hogy miért vagyok ott, de Bécsből átjöttek filharmonikusok, és egy nagyon kulturált, nagyon intelligens, nagyon jól öltözött úri közönség volt, mondjuk nem annyira, mint itt ti, de fantasztikus volt. És ott álltam, és valahogy megtudtam már az előadásom alatt, hogy miért kerültem én ebbe a barokk fesztiválba. Elhihetetlen, vagy hihetetlen. Na, szóval a Budapesti Kamaraszínházban volt egy estem, és az volt a címe, a legvidámabb barokk. Ilyet nem lehet kitalálni.
Hát mondom, ha már ott vagyok, gyönyörű légtér, minden, ha már egy zsidó viccet csak elsütök. Mondtam, hogy Hajfába kiszáll egy turista, vele szembe jön egy benszülött, két ilyen görög dinnyével a hóna alatt. Meg tudnám mondani, hogy merre van a Yehudi Menuhin utca? Azt mondja, vegye át ezt a két görög dinnyét, átveszi ezt, mondja. Fogalmam sincs! Alkatomtól eltérően, hogy hozom ezt a figurát? Ennek van egy pesti változata, a Dob utcán megy egy ilyen turista. Ismered? Nem vagy boldogan. Dob utcán egy ilyen turista, jön vele szembe megbeszéltük, egy kaftános, mindegy, én, stb. Minden. Azt mondja, a turista, nem tudná megmondani véletlenül, hogy merre van a zsinagóga? Mire én? Persze. Véletlenül. Darvas Iván legkedvesebb vicce. Kombácsi, miért nem csináltatja meg a fogait? Ezeknek? Szóval az antiszemitizmus a legnagyobb bűnök egyike, ezért ugyanolyan bűn, ha ártatlanokat is sújtanak ezzel. Találkozik az előítéletes az ítélet végrehajtóval. Vicc! Találkozik az előítéletes az ítélet végrehajtóval. Csak erre hamarkodják. Kisgyerekkoromban tényleg nagyon-nagyon dadogtam. Magyarországból is csak odáig jutottam el, hogy ma. Második csendünk, és köszönöm. Ti nem tudhatjátok, hogy mi vár rátok. Szauna, hideg, meleg, stb. Én tudtam, sejtettem, és köszönöm. Köszönöm. Egy nevetés. Tehát ugyanúgy elkövet az ember mindent, hogy elfogadják az, aki nevettet, hogy uram, bocsájzé. Valamit előveszek, mert valaki úgy elemezte az én, nem is valaki, többen, mondták is, írták, nem untatlak ezzel benneteket? Ezt még elmondom. Azt mondja, hogy rólam, hogy majd 3 évtizedig, 1990-ig, műfajának alap meghatározója volt a cenzúra kijátszására kitalált képes beszéd, a sejtetés és a homályos célzás. Hát csak elment az idő, nem élek vissza, csak kiragadva, hogy például 1966-ban a cenzúrát hogy játszottam ki ezzel a képes beszéddel nagyapámról. Azt mondtam, hogy lerakta a szocializmus alapjait a válláról. Teljesen ki volt játszva a cenzúra. Hogy éppen az ilyen homályos sejtetésben mi volt 56 után, úgy szintén 66-ban és 57 után, az akasztások meg minden után, 9 évvel, azt mondja, de épp csak sejtetni fogom, hóhér ipari tanuló vagyok. Szóval, ha megéljük, belőlünk is hóhérok lesznek, csóválják is a fejünket tisztességben megőszült hóhér tanáraink, igazán kesztyűs kézzel bánnak velünk. Nehogy a nyomok látszódjanak. Azt mondják, mi már más generáció vagyunk, mint akikkel előttünk végeztek. És még egyetlen egyet, hát ez abszolút sejtetés lesz, olyan homályos, hogy nem igaz, de teljesen ki lett játszva a cenzúra ezzel, ilyen képes beszéd.
Egy államelnök este utolsónak fekszik le, amikor már az egész nép alszik, és az egész országban megigazítja a pokrócokat. És az államelnök reggel elsőnek kell fel, még a nép felkelése előtt. Hát úgy ki lett játszva a cenzúra, hogy... Koltai Robi kitalált egy zseniális szóviccet, stand-up-ok. Sajnos Hanvába hult, nekem két előadásom lehet, tehát a Jordánnal ő nekik egy, a Galláék már nem kerültek sorra, elügyetlenkedték a Centrálba, és volt egy sajtótájékoztató előtte, és én mondtam azt, hogy nem erény, biológia, hogy én voltam Magyarországon az első stand-upos. Nem úgy hívták, hanem Sándor György önálló este, de csak én volt, csak illusztrációként elmondtam egy-kettőt, például azt, hogy jó múltkor fölkeresett az öltözőbe két ilyen középkorú hölgy, azt mondja az egyik, hogy fogadjunk, hogy nem tudom megmondani a másikról, hogy kicsoda mond, de nem tudom, három évvel ezelőtt változott, a nyomdában a gazdaságigazgató feleséget tetszett, azt mondja, nem. Mondom, persze, hogy nem, csak kíváncsi, hogy ő tudja magáról, hogy kicsoda. Mondom, általános iskolában magyar tanárnőm tetszett, hanem azt mondja, nem. Hát gondolom, magamban édesanyának millió munkatársnője van. Egyik a sok közül, mondom, édesanyám munkatársnője tetszik lenni. Azt mondja, nem. Mondom, akkor megvan. Édesanyám. Ez a teljes elidegenedés. Na, még egy sztorit elmondok. Ezt Erdélyben egy körúton voltam, ott háromszor akkorát szólt, gyaníthatóan, mint majd itt. Egyik reggel csöngetnek, kimelyek álmosan, fáradtan, ott áll két festő, beöltözve, létrákkal, pemzőkkel, bödrökkel. Azt mondják, jó reggelt kívánok festeni, jöttünk a fürdőszobánál kezdeni, hogy hol van? Mondom, elnézést kell, nem vagyok magyar, én román vagyok, épp ezért nem értem, hogy önök mit kérdeznek tőlem, tehát nem tudom megmondani, merre van a fürdőszoba. Azt mondják, elnézést, nem tudtuk, hogy nem magyarnak tetszik lenni. És elmentek. Akik mondjuk ismernek, azok tudják, akik nem ismernek, most majd megtudják, hogy én nagyon szeretek odaköszönni az utcán vadidegen embereknek, úgy karakter szerint. Múltkor is odaköztem valakinek, mondom, vagy Isten, Mihály bátyám! Erre odan az illető, szóval honnan tetszik tudni engem, Mihálynak hívnak. Hát, mondom, mi az önkormányzatnál mindenkit ismerünk. Különben mondom, megoldódott az ügy. Azt mondja, milyen ügy? Mondom, amit beadott hozzánk az önkormányzatba. Azt mondja, otthon ő kezeli a papírokat, ő semmilyen fajta ügyet nem adott be. Mondom, rendben van, megvan annak is a helye a be nem adott ügyek között. Különben mondom, a legközelebb bejön az önkormányzatba, de csak ha bejön, akkor jöjjön be. De egy pár sor belőtte írja le, hogy nem adott be semmilyen fajta ügyet, és azt adja be. Különben mondom, ha beadja az ügyet, ha nem, ugyanúgy lesz elintézve. Érdekes ez a műfaj. 10-15 évig pihentettem majd a most következő kis szösszenetemet. Úgy éreztem, nem aktuális, azt elővettem. Tatán egy autós csárdába, autostop után oda mentem a mellettünk levő asztalnál ülőköz, bocsássanak meg, maguk magyarok? Meghökem. Válaszolták, hogy igen. Forintjuk van, átveszem. Várjál, mennyiért? Még mindig várják. Egy az egybe. Kedvenc terepeim egyike a vonat, megvárom még a kalauz a kupéba, mindenkinek kezeli a jegyét, mire rám kell a sor, már sápat vagyok. Kalauz úr, kérem, a következő képen történt. Erre a több utas egy kicsit arrébb húzódik. Kalauz, látom, már fejbe szorosz, készül a hivatalos műveletek, ez blokkfüzet elő, indigo egyel hátra, plé alátét, tintaszerza, közben én mondom, a hölgy a tanú rá! Még nem tudja, de ő semmire sem emlékszik.
Talauz úr, kérem, időbe kijöttem, még állt van, kérdeztem, hogy ebben a kupéban van-e hely, mondták, nincs, letettem a táskámat, a pénz az nem számít, bármikor nálam van a személyazonossági, rajtam ez a kék kockás pulóver volt, akkor mindig piros csíkos van, még annyi időm is volt, hogy visszamenjek a pénztároshoz, bármikor be tudom bizonyítani, bár a pénztáros a végállomáson maradt. A kalauz nem bírja tovább. És a jegy. Az hol van? A jegy az itt van, az nem probléma. A kalauz nézi, nagyon nézi. Hátránya a műveletnek, hogy jegynek kell lenni, és nagyon érvényesnek, és nagyon komolyan kell csinálni, hogy kiesem a kategóriái között, ne tudja, hogy jó pofa vagyok, szemtelen, vagy őrült. Mikor végre lyukasz, megadom a kegyelem döfést. Kalauz úr, kérem, óvatosan tessék, hogy a pötty, ami kijön, visszakapjam. Mert ha összemegy jegyre való a vállat, nekem megtéríti. Ez már sok neki, kitámog a kupéból a mellettünk lévő háromba elfer jegyet kezelni. Oda kellett volna ülni. Így a pályámnak a vége felé, és a mai előadásnak is a vége felé, az ember azért egy számvetést csinál. Már korábban is, nem 81 után, hanem még korábban. Na most hát saját kutfőből azért az ízléstelen lenne. Találtam valamit a Gyökösi Endre, Gyökösi Bandi bácsi, a jelenlévőknek mond, valamit református lelkész volt Újpesten, szolgált, de Svájcba állítólag pszichiátrián végzett, tehát egyetemi végzettség van, zarándokoltak hozzá. Na most ő neki azt hiszem a legutolsó könyvében olvastam egy ilyen vallomás szerint, nagyon megtetszett nekem. Azt mondja, hogy megy az utcán, és valaki úgy megfogja a kezét, megállítja, és azt mondja, hogy tudja, 50 vagy 60 évvel ezelőtt hallottam egy prédikációját, és hogy egy szó nagyon megmaradt bennem, az a szó, hogy mégis. Hogy nekem mégis meg kell bocsájtanom, nekem mégis szeretni kell, nekem mégis újra kell kezdenem, mégis folytatnom kell, ez a mégis szó, és akkor elváltak. És a Bandi bácsi úgy hangosan gondolkodik, le is írta, hogy érdekes, 50-60 év szolgálat, maradt belőle egy szó. De ez az egy szó talán több. Ebben van valami többlet. Ő úgy írta, hogy az Isten lelke, hogy akkor azt nem ő mondta, ezt nem én mondtam, akkor ezt mondatták én velem, és akkor ez a szó, ez valahonnan elindul, szíven talál valakit, nem úgy, hogy megsemmisíti, hanem úgy, hogy egy kicsikét talán más irányt vált vagy vesz az élete. Egy szó mégis, és ugyebben a könyvben, az utolsó öregkori összefoglalásában gyönyörű, egy Victor Hugo verset is idéz, nem írja le, csak a tartalmát, hogy egy győztes csata után a tábornok megparancsolja a szárnysegédjének, hogy egy ellenséges fogolynak adjon inni vizet. És amíg parancsra a szárnysegéd lecsavarja a kupakot a kulacsról, addig az ellenséges fogoly, hogy nem, motozás nem volt, egy ilyen nagy karabéja, előveszi, és rálő a tábornokra. De a vers így végződik. Adj neki mégis inni. Na most innen el volt rontva az életem, amióta ezt olvastam, én akármit olvasok, könyv, így buknak ki a mégisek. Ugye elmentem a papírbolba, vettem 4 ilyen szövegkihúzót, különböző színűek, sárga, kék, zöld és rikító lila,
és tele van, agyon van preparálva, barbarizmus, de mégis, de az utcán megyünk, mégis kinek az élete, ugye a film, a klasszikus, és mégis mozog a föld, a mégisek mindig, a mégis Viktor E. Frankl az Auschwitzot megjárt, a logoterápia atya világhírű könyvében mégis mondj igent az életre. És a magyar költészetben, hát csak Vörös Martinál, gondoltok a könyvtárban, kétszer is, és mégis fáradozni kell. Előttünk egy nemzetnek sorsáll, ha azt kivittük a mély süllyedésből, és a szellem harcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásodat, ez jó mulatság, férfi munka volt, adinál is kétszer. S ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis új, és magyar József Attilánál mennyi mégis van. És mégis, magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad, édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad, Radnóti, bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térded, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel. Én a hitemet, hát nem teljesen így, de az első nagy löket az volt, azt se tudtam, Pilinszkit eszik-e vagy isszák, központi antikvárium, Éva néni, sajnos nem olyan régen meghalt. Ő, nem tudom, hogy honnan érzett rá, de ő egy Pilinszki verset egy szenvedély margójára ezt ajánlotta, és ebben nincs is konkrétan az Isten, de valahogy az érzékenységemet, hogy ő hogy érezhetett rá, ez nekem egy alap dolog. A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mind öröktől fogva az övés, soha senki másé nem is lenne. Az elveszíthetetlent markolász egész szíve a tenyerébe lüktet, oly egyetlen egy kezében a kő, és vele ő is olyan egyedül lett. Nem szabadul már soha többé tőle. A víznek fordus messze elhajítja, hangot sem ad a néma szakítás. Egy egész tenger zúgja, mégis vissza, és az örök kételkedő Kosztolányi a hajnali részegség végére eljut odáig, hogy úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek s göröngyök közt botoltam, mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Két emelettel följebb volt a színművészetin nekünk a tantermünk, ahonnan első végén lefelé tereltek vissza az életbe. Ha én elvégzem a színművészetit diplomásan, maximum nyáron, Siófokon, szabadtéren, esőnapon, harmadik alabárdos lehettem volna. Így meg másodhegedűs vagyok a saját egyszemélyes színházamban. Annak, hogy eltanácsoltak, annak 60 éve. És Karinti és Chagall után szabadon, 60 év után itt állhatok végre, én is a cirkuszporont közepén, felkuszom egy létrán 4 emelet magasságba,
ez kettővel feljebb van, mint ahonnan lefele. Egy vaslábú asztalkát nyújtanak fel, én megtámasztom a létra felső fokán, rákuszom az asztalra, felállok, egyensúlyozok. Három szék következik egymás tetejére állítva. Len az emberek apró gombos tűfejek. Az egész épület könnyen remeg alattam. Lassan kúszok fel, megvárom, míg az ingás eléri a holdpontot. Kiegyenesedek. Hegedűsként a háztetőn. Halálos csöndben. Óvatosan. Előveszem a hegedűt. De nem felejtettem a vonót. Most kezdhetem előről.